Hello, mindenkinek, én Gibi vagyok, és ez itt ismételteni Minecraftos videó lenne, azon belül a 14v02b snapshot kiegészítő videója, ugyanis rájöttem, hogy a múlt heti snapshotban kihagytam egy-két számotokra talán lényeges újítást, és most ezt szeretném nektek bemutatni. Amúgy nem sokkal a, ennek a videónak a feltöltése után ö, fog felkerülni a... E7-es a 14.03A, B, illetve C ö, Snapshot bemutatója. Viszont most még itt járnék a 14.02B-nek a kiegészítőjénél. Ö, remélem nem fogok annyira laggolni, mint a amikor próbáltam, de hogy nem. Na mindegy. A első újítás az az lenne még, hogy a kemencében mostantól, hogyha sütünk, és elfogy a fény, a bot, a fa, a fepling vagy bármilyen olyan tárgy tárgyitem, amivel égetni és sütni lehet, akkor nem kell újra kezdeni a sütést. Amint láthatjátok, nálam elfogyott a égetőanyag, és itt a nyíl abba is maradt a felénél, és hogyha újra feltölteném, akkor innen folytatná, mert ugye idáig úgy volt, hogy akkor visszaugrott az elejére, és megint fel kell tölteni, és akkor újraindult megint az egész, de itt most megállt ott, ahol éppen tartott, és hogyha újra feltöltöm, akkor folytatja a sütést. Egy másik újítás, hogy mostantól a krumpli, illetve a répa fél életponttal kevesebbet tölt fel, ami igazából szerintem nem olyan jó újítás. Ö, egy másik, talán sokkal izgalmasabb bújtás, hogy a kisbárányokat mindjárt mutatom is. Hajd jönnek? gyertek ide! Úgy, meg te is kapsz. Úgy, és ugye mindjárt kapunk egy kisbárányt. Hol vagy? Ott vagy. Mostantól fel lehet növeszteni. Láthatjátok, hogy olyan effekt jelenik meg körülötte, mint ami a búzánál, vagy bármilyen más növénynél, amikor bone rá. És elvileg, hogyha nem lenne ilyen makacs ez a kis jószág, akkor mindjárt fel fog nőni. Ugye folyamatosan jobb klikkelek rá a búzával a kezemben, és ennek elvileg fel kéne, é, fel kéne nőni azaz, fel is nőtt. Tehát láthatjátok, hogy mostantól ezt is lehet vele... Csinálni, ami szerintem igazából azoknak kedvez, akik e, találtak bárányt, e, meg szaporítottak is már, de még e, nincs ágyuk, és akkor igazából pár kattintás, és fel fog nőni, és azonnal van gyapjuk. A következő újítás, hogy ugye a, megmutattam, hogy a sima gránitból, vagy bá, ö, ha, még két társával együtt, ha így négyet egymás mellé rakunk, akkor a csiszolt ö, párját kapjuk meg. Mostantól ezeket máshogy is el lehet készíteni, idefönt látható módon, ugye a csiszolt gránitot, a andezit, ha jól emlékszem, nem tudom pontosan, ö, tehát mindegy, az itt látható módon lehet még megkraftolni, és igazából ezekről ennyit. Viszont egy újabb kraftolási recept kerül be, pedig az, hogy a homokkő lapokból mostantól lehet ilyen vésett homokkövet csinálni, ami szerintem igazából egész hasznos, és aki ilyen sivatagi házat akar építeni, az végül is tök aki tudja így dekorálni a házát, és egész gazdaságos. Néhány egyéb bújtás mostantól például az encantoláshoz a lapis szükséges, tehát lapis nélkül nem lehet encantolni. ezt az encantolásnál ki is fogja írni, hogy xy szintet kér, plusz még xy lapist hozzá. Új kommandok érkeztek a játékba, például a kalandmódban a Megadott blokkhoz tartozó eszközhöz hozzá lehet adni, hogy ö, melyik blokkot lehet vele kiütni. Tehát például az ásóval ki lehet ütni ugyan a követ, de nem kapjuk meg a általános Minecraftban, de kalandmódban be lehet állítani, hogy a ásóval a földet, homokot, lélekhomokot, vagy bármilyen ás, alapból ásóval kiüthető blokkot ö, ki, ki tudjuk ütni, kalandmódban is. Tehát az ott lesz a ha rámegyünk a kurzorral, akkor ott lesz, hogy broke, vagy na, bocsánat, break, és oda írja, hogy dirt, Fend, vagy South vagy egyéb ilyen blokkok, amiket beállítottunk. Igazából ezek nekem elég bonyolult kommandok, azért nem tudom így most nektek bemutatni, de leírtam, szóval majd nézzetek utána. Én nem annyira értek a command blokkokhoz, remélem amúgy, hogy nem olyan bonyolultan mondtam el, hogy ha igen, akkor sajnálom, de nem annyira értek az ilyesmihez. A következő, ami nekem nagyon tetszett, hogy a ládákat mostantól le tudjuk zárni, és csak egy adott nevű itemmel lehet kinyitni. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk euh, diamond nevű itemmel lehet kinyitni, vagy kinyitni, hanem mondjuk elnevezünk, mit tudom én, egy Emeraldot, vagy egy bármilyen itemet mondjuk ö, Csodakulcsnak, és akkor egy olyan kommandot, amiben hozzáérjük, hogy a Csodakulcs nevű itemel nyissa ki. Ha azzal a kezünkben jobb kikelünk a ládára, akkor kinyitja, de amúgy nem. Ö, most a, ezt a kommandot se tudom nektek bemutatni, mert mint az előbb is említettem, hogy nem értek én az ilyen dolgokhoz, de ö, ha van kedvetek, utána nézhettek. További újítás, hogy a falósiakkal való kereskedés xp-t hoz, tehát e, plusz xp-t tudunk szerezni kereskedés árán. Szóval ez igazából egész hasznos kis xp-szerzés, hogyha mindenképpen enchantolni szeretnénk. Igazából ennyi lett volna ez a kiegészítő videó. Hamarosan jövök a 14V03B Snapchat bemutató videójával. Addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!